Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit, akkor elkezdjük a mai webináriumot, amelynek tulajdonképpen több témája is van. Van egy olyan regény, aminek az a címe, hogy az élet, a világ, mindenség, meg minden. Körülbelül ennyi témánk van mára, de azért igyekszem röviden összefoglalni, és aztán pedig, ha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolunk. A mai webináriumnak a házigazdája Tisza Géza kollégám lesz. Ő az, aki a csetet fogja figyelni, és persze én is fogom figyelni, bár igen, aprócska betűkkel vannak ott a dolgok, de ő fogja figyelni, és ha olyan a kérdés, akkor azonnal válaszolni is fog rá. A webináriumról felvételt készítünk, és ezt a felvételt majd közzé fogjuk tenni. Nem csak a felvételt, hanem a prezentációhoz tartozó összes linket is összegyűjtve fel fogjuk tenni a digitális témahét honlapjára. És akkor tulajdonképpen vágjunk is bele. Az első témánk az értékelő eszközök a projektekben. Itt elsősorban olyan értékelő eszközökről szeretnék beszélni, amelyeket érdemes kipróbálni a digitális témahéten, vagy érdemes használni. Néhány gyakorlati tanácsot szeretnék csupán adni, nem nagyon szeretnék elméleti fejtegetésekbe belemenni, vagyis szeretnék, de nincsen erre idő tulajdonképpen. Az első megfontolás tárgyát azt képezi, hogy hogyan lássunk neki a digitális témahéten annak, hogy egy projektet megvalósítsunk. Az egésznek az alapja a jó tervezés. Itt ezen a dián tulajdonképpen négy szakaszra osztottam azt, hogy mire kell odafigyelni. Ezen gyorsan végigmennék. Tehát, hogyha én egy tanár lennék, aki a digitális témahéten valamilyen projektben gondolkodik, akár többen is, hiszen mondjuk több osztályt is tanítunk, akkor érdemes először megbeszélnünk egymással az iskolán belül azt, hogy mely tanárok csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, mely tantárgyak vesznek részt, mely osztályok, évfolyamok azok, akik bevonhatók ebbe a munkába, és miután megvan ez az alapkészlet, akkor érdemes kitalálni, hogy mi lesz az a tartalmi cél, ami alatt kifejezetten a tárgyi tudásra és a tantervi előírásokra gondolok. Tehát mondjuk, hogy feltétlenül meg kell tanítanunk Newton törvényeit, és meg kell állapítanunk, hogy mik azok a fejlesztési célok, amelyek mentén dolgozunk. Ez az, ami igazán nagyon fontos, és hát ezek azok, amelyek között digitális kompetenciához kapcsolódó készségek, illetve úgynevezett 21. századi készségek is vannak. Tehát addig nem érdemes semmiben gondolkodni, sem informatikai eszközökben, sem pedig konkrét módszertani elemekben, amíg nincs meg az, hogy kivel dolgozunk, és az nincs meg, hogy milyen célok mentén. Tehát ez a legfontosabb, hogy a digitális témahéten a digitális írás tudását fejlesszük a gyerekeknek, illetve nem csak a digitális témahéten, de ezen a témahéten nagyobb figyelmet kap minden, hiszen sok pedagógus most is fejleszti a digitális írástudását a gyerekeknek. A következő lépés a tervezés. Ha megvannak a kollégák, akkor érdemes kigondolni, hogy milyen témákat válasszunk. Ebben segít minket a digitális téma 7 honlapján található 12 mintaprojekt, plusz még ott található legalább 18 egyéb projekt is, úgyhogy azokat érdemes elolvasgatni, megnézegetni, és vagy egy az egyben át lehet venni, vagy egy részét át lehet venni, vagy át lehet őket teljesen írni,
mindenki maga döntse el, hogy hogyan szeretne dolgozni, mennyi időt szán erre, mennyit időt tud az iskola szánni erre, ugye akár egész héten lehet ezt végezni, azért témahét, de lesz olyan, aki csak két napot szán rá. Minden esetre mi azt mondjuk, hogy a digitális témahét megvalósítása azt jelenti, hogy projektben dolgozunk, legalább egy egynapos, öt órás blokkot valósítunk meg, és ez egy összefüggő projekt. Nem elegendő, hogyha mondjuk azt, hogy na jó, tartunk két-három órát számítógéppel, hanem egy folyamatot viszünk véghez. A regisztráció nagyon fontos a honlapon, sok ok miatt fontos, választhatunk például a programokat, felkerülünk a térképre, és tovább. Ugye az időterv az, amiről beszéltem, hogy mi az, amit tudunk szánni, mennyit tudunk erre szánni. Érdemes kialakítani ennek nyomán aztán a saját projekttervet, minta van bőven a honlapon, csak át kell írni, és utána megnézzük, hogy milyen eszközeink vannak az iskolában ehhez. Ugye itt a meglevő informatikai infrastruktúrára támaszkodunk, valamint ebben az esetben megoldható az is, hogy esetleg a gyerekek eszközei is megjelennek az iskolában, tehát mondjuk mobiltelefonok, tabletek, ez egyszer az órákon is előfordulnak. Tudom, hogy van, aki ezt rendszeresen csinálja, van, ahol ez ritkaság számba megy, ez alkalommal talán ez erre is lehet építeni. Erről majd lesz a mobilos részben. Utána kitaláljuk, hogy a projekten belül mi lesz a milyen tevékenységek, feladatok fognak megvalósulni, és ezek tulajdonképpen kis mérföldkövek lesznek, tehát egy-egy órán eljutnak valameddig a diákok. Ugye ez nem hagyományos óra, a gyerekek együttműködve dolgoznak, közösen dolgoznak bizonyos célok érdekében, felelősség tartozik minden egyes feladathoz, akár mini határidők is, és nagyon fontos, hogy az egész projekt alatt értékeljük a folyamatot és a gyerekeket, de nem csak mi, hanem a gyerekek maguk is, saját magukat, illetve egymást is. Erről ezért ilyen sötétkék az értékelés, mert erről fog szólni egy pár dia ezután. A végén pedig ugye megvalósulnak azok az eredmények, amelyek különböző programok formájában jelennek meg, tehát akár előadást el lehet képzelni, vagy valamilyen bemutatót szülőknek, iskolának, másik osztálynak, a mi osztályunknak, tehát minden esetre ebben is kell gondolkodni, és abban is, hogy milyen eszközöket fogunk itt használni. A végeredményeknél ugye a bemutatón kívül biztosan lehet egy záróértékeléssel számolni, akár ad abszurdum dolgozatról is lehet szó, témazáróról is, bár valószínűleg ez nem egy olyan hatalmas népszerűségnek örvendő terület. És végül következik a dokumentáció és a pályázat. Dokumentáció azt jelenti, hogy azok az iskolák, akik szeretnék megmutatni, hogy ők mit csináltak, az a különböző mértékben érdemes, hogy dokumentálják a projektjeiket, hiszen pályázat is lesz, hamarosan megjelennek a feltételek, és legalább egy rövid leírás és egy pár fénykép erejéig szükséges az, hogy dokumentáljuk a projekteket. Valaki azt jelenti, hogy elment a hang, kérdezem, valaki igazolja vissza, hogy talán nem mindenkinek ment el a hang. Rendben, köszönöm. A honlapot említettem, a honlapon az iskolák menüpontnál, hogyha oda visszük az egeret, akkor a mellékelt ábrán vagy a képen látható módon megjelenik az, hogy tudásbázis és adatlap. Ugye az adatlap
az azt jelenti, hogy ha regisztráltuk az iskolát, az adatlapon van az, hogy mit adtunk meg, hány projekt, hány diák, hány tanár, stb. Ezt fontos korrigálni, ha szükséges, ha többet vállaltunk, vagy kevesebb jött össze, akkor ezt itt nyugodtan lehet módosítani a végén. Ugye az iskola pedig felkerül a térképre, aki látja a Google térképet, az észrevehette, hogy csupa kék, mert tele van már iskolákkal, és hát 500 körüli iskoláról beszélünk, és határon túli iskolák is vannak most már a digitális témahit csapatában. Ezen a tudásbázis oldalon, amely itt látszik, van egy kereső, és itt lehet megnézni a mintaprojekteket és más tartalmakat is, amelyek partnerektől származnak, vagy tőlünk éppen. Tehát kérem, hogy nézzétek meg ezt az oldalt. Ha itt a típusnál az elsőt megjelölitek, digitális témahét projektcsomag, akkor a 12 mintaprojekthez lehet eljutni. Egy pár szót beszélnék magáról az értékelésről. Ugye, hogyha az értékelésről beszélünk, akkor szoktunk beszélni formatív és szummatív értékelésről egyaránt. Itt én a formatív értékelésről szeretnék két szót mondani. Ugye abban az esetben, hogyha a diákokat alaposan felkészítjük, akkor mondjuk nagyon sokat tanítjuk őket arra, hogy hogyan kell vasúton közlekedni, két héten keresztül csak arról szólnak az órák, hogy kell a vasúton utazni, jegyet venni, tájékozódni a menetrendbe és így tovább, majd eljön a dolgozat pillanata, és akkor a gyerekek felülnek a vonatra, akkor már tanár nélkül, és hát ki tudja, ki hova érkezik meg. A szummatív értékelés azt jelzi, hogy hát fiam, te nem erre a pályaudvarra érkeztél, ahova kellett volna. Nagyon ügyes vagy, de tulajdonképpen nem Szegedre kellett volna menni, hanem Berlinbe. És a formatív értékelés abban egészíti ki a szummatívat, hogy ebben a folyamatban, amikor tanul a diák, akkor adunk neki lehetőséget arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy milyen úton halad, hogy mit, hogyan tanul, jól érti-e a dolgokat, és nem utolsó sorban megtüzdeljük sikerélménnyel az ő útját, ahogy itt a térképes megoldáson látszik Budapesttől Berlinig. Tehát ezek a formatív értékelő eszközök ebben segítenek, de nem mindig jelenti ez azt, hogy a tanár értékeli a diákot, hiszen annyi példányban nem tudunk jelen lenni a foglalkozásokon, hogy minden egyes gyereket folyamatosan követjük, ezért vannak erre különböző eszközök, és én néhány konkrét eszközt szeretnék javasolni, amit nagyon gyorsan tudtok beépíteni a projektmunkába, és lehet őket használni. Az első ilyen megoldást úgy hívják, hogy ellenőrző lista. Hát idegen szóval checklistnek is szokták nevezni, és hát mindenki tudja, hogy amikor a pilóták beülnek a repülőgépbe, és előre megfontolt szándékkal el is akarnak repülni vele, akkor mindenféle ellenőrzési procedúrán át kell menni a repülőnek és a felkészülésnek. Ehhez ilyen ellenőrző listákon mennek végig, azért, hogy semmi sem maradjunk ki. Ha az ellenőrző listákon nem mennek keresztül, nem sikeresen, nincs mindenhol pipa, akkor ugye nem szállsz el a repülő. Itt is erről van szó, hogy egy ilyen listát állítunk össze a gyerekek számára, amit önellenőrzésként is tud használni, tehát amikor itt a kék színű háttéren egy példa látszik, egy Wikipédia szócikket kell készíteniük, azért szerepel ott, hogy Shakespeare, mert a Shakespeare az egész világ című mintaprojekt, amelyet 9.-10. osztályosoknak dolgoztunk ki, abban szerepel ez az ellenőrző lista,
Tehát onnan vettem én is a példát. Látszik, hogy ha a gyerek elkészít egy Wikipédia szócikket, vagy nem biztos, hogy Wikipédia, de valamilyen wiki rendszerbeli szócikket, akkor ellenőrizheti magát, hogy például az első, a szócik tartalmaz színházi vagy filmes feldolgozásokkal kapcsolatos álló vagy mozgó képeket. Tartalmaz? Teszünk egy pipát. A szócik tartalmaz a szereplő kapcsolatait ábrázoló ábrákat, a cselekménnyel kapcsolatos idővonalat, infografikát vagy képregényt. Tartalmaz? Pipa. Tehát ez nem csak azt garantálja, hogy sokkal jobb minőségű és az elvárásoknak megfelelő lesz az eredmény, mert már közben is a diák érzi, hogy jó úton halad, tudja, hogy most jól csinálja, tudja, hogy mi az, ami még hátra van, mi az, ami már megvan. Tehát nem arról van szó, hogy a végén derül ki, hogy rengeteget dolgoztam tanárnő, és mégse lett jó, hanem az van, hogy végigmegy ezen, és tulajdonképpen tudja, hogy az eredmény jó lesz. A másik példa, ugye a kék hátterű példa megtalálható ugye a projekt, kidolgozott projektek között, de nem csak a Shakespeare-ben, hanem a többiben is van, bőven ellenőrző lista, csak ezt konkrétan onnan vettem. Word-ben van, le lehet szedni, át lehet írni, mindenki módosíthatja úgy, ahogy akar, és lehet használni. Ugye ez végső esetben kinyomtatjuk is a gyerekek tollal pipálnak, de ezt mondjuk csak nagyon halkan mondtam, de ez, ha mondjuk egy számítógépes formában van egy dokumentumban, akkor abban tudják maguknak végezni ezt az ellenőrzést. De van online eszköz is, tehát hogyha az interneten akarjuk ugyanezt, akkor van egy Scribless nevű oldal, itt látszik a jobb oldalon, ez a szép színes betűsor, ahogy mondtam, majd a linkek meg lesznek külön összegyűjtve. Tehát ez az oldalon bárki egy-két perc alatt össze tud állítani egy ellenőrző listát. Itt például a példa, amit készítettem, arról szól, hogy valaki egy képgyűjteményt kell összeállítson, és akkor a képgyűjtemény összeállításán mire kell odafigyelni. Van legalább 15 darab fotó? Van. A képek jók, tiszták? Igen. Minden kép JPG vagy PNG formátum? Igen. A fotók élesek? Igen. És így tovább, és akkor tulajdonképpen ez egy olyan folyamat, amin végig tud menni. Ez nem csak egyéni munkánál jó, hanem csoportos munkánál is. Ellenőrzi a csoport, hogy vajon jól csinálta meg a feladatot. Nagyon sok segítséget ad egy ilyen ellenőrző lista, hiszen nem kell ott legyen a tanár, igaz, előre el kell készítenie ezeket. A következő eszköz az az úgynevezett 3-2-1 módszer, amely arról szól, hogy ha valami elkészült, valamilyen produktum, akkor azt, ha valamit készítettek a gyerekek, akkor azt egymásnak meg tudják mutatni, és egymásnak tudnak visszajelzést adni. A 3-2-1 módszer azt jelenti, hogy leülnek egymással szemben a felek, párban, és elmondják, hogy mit csináltak, meg is mutatják, éppen, hogy milyen rajzokat készítettek, vagy milyen fotókat gyűjtöttek, vagy milyen szövegeket írtak, stb. Stb. És a beszélgetés során először az egyik elmondja a másiknak, utána a másik, mondjuk példának, mondjuk a piros ruhás bácsi elmondja, hogy ő milyen szép madarakat festett, meg is mutatja ott a mögötte levő képeken, utána a fehéringes úriember 3-2-1 módszerrel föltesz 3 kérdést, 2 megjegyzést tesz, és tesz 1 darab javaslatot. Ez egy ilyen mederbe terelt visszajelző rendszer a másik számára, ami igen hasznos a diákok esetében, mert ugye lássuk be, ez a két úriember valószínűleg nagyon magas szinten tud visszajelzéseket adni egymásnak, de nem mindig tudunk velük dolgozni a tanórán,
és a gyerekeknek is jó megtanulni azt, ahogyan ők dolgoznak. Tehát nincs, nem kell gondolkodni ezen, hogy most mit mondja, akkor mondja, hanem jön ez a három kérdés, két megjegyzés, egy javaslat. Ez 10-15 perces időtartamot vesz igénybe, attól függ, hogy mennyit beszélünk, tehát 5-5 percet, vagy 7-7 percet körülbelül elég kell, hogy legyen, nem szabad, hogy hosszú időt vegyen az igénybe. Ezáltal az is információhoz jut, aki értékeli a másikat, és az is, akit értékelnek. Ez a 3-2-1 módszer. A következő egy kicsit bonyolultabbnak néz ki, ennek az az oka, hogy bonyolultabb is, de nagyon hatékony. A jelentkezésnél valaki föltette azt a kérdést, hogy vajon hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy hogyan lehet értékelni azt, hogy valaki blogbejegyzéseket készít, tehát hogyan lehet a blogban zajló munkát, vagy a blogposztokat értékelni. Ugye ez egy több szempontú történet, ezért nem is olyan egyszerű értékelni, és ugye nem mond semmit, ha azt mondjuk, hogy hát ez egy hármas, mert a hármas mögötti részt azt is ismertetni kell tulajdonképpen. Az áttekintő táblázat úgy néz ki, hogy van neki 4 darab oszlopa. A 4 darab oszlop egy-egy számjegyhez tartozik, tehát 4-3-2-1, és a 4-es pontszám a legjobb, a 3-as a következő, 2-es és 1 pontot lehet még szerezni, és különböző szempontok szerepelnek. Ezt az áttekintő táblázatot egyébként a kidolgozott projektek közül a Hullámok világa című reál témájú 11-12-eseknek készült mintaprojektből vettem. Itt ugye vannak szempontok, kutatás, forrásanyagok, értelmezés, fogalmazás, nincs itt az egész táblázat, mert nem fért ki. És akkor le van írva, hogy ha a kutatási részét nézzük mondjuk, hogy kutatást végzek az adott témáról, akkor ott mi számít 4-es szintűnek, mi számít 3-as, 2-es és 1-es szintűnek. Tehát a gyerek előre tudja, meg tudja nézni, hogy akkor most a forrásanyagok felhasználásánál, hogyha mondjuk megnézzük a 2-est, számos forrásból gyűjtök információt, azonban ezek némelyike megbízhatatlan lehet. Akkor ugye akkor előre tudja, hogy hoppá, lehet, hogy ezen változtatni kell, és akkor feljuthat a 3-as vagy a 4-es szintre. Tehát amikor az adott tevékenységet ellenőrizzük, mondjuk egy blogbejegyzést, akkor ezeket a szempontokat egyenként megnézzük, tudjuk, hogy mi a 1 pont, mi a 2 pont, 3 pont, 4 pont, és ebből adódik össze egy komplexen értékelés, aminek nem az a lényege, hogy a végén nagyon szégyeljük magunkat, hogy hú, de milyen rosszat csináltunk, hanem az a lényege, hogy lássuk, hogy miben voltunk jók, és miben tudunk tovább lépni, és a tovább lépés mit jelent. Tehát világos az, hogyha mondjuk a forrásanyagok tekintetében jobban odafigyelek, akkor be tudom magam vinni a 4-es ponthoz, és magam is tudok rajta változtatni. Ez az úgynevezett áttekintő táblázat. Itt is igaz az, hogy a kidolgozott projektek szinte mindegyikében található ilyen, úgyhogy érdemes megnézni, használni, átírni, módosítani, vagy egy az egyben is lehet természetesen. Ezért vannak Word-ben, hogy lehessen módosítani. A következő megoldás tisztán online megoldás, ez a formatív nevű eszköz, formatíve, úgy van leírva, és a goformatíve.com címen érhető el, és egy egyszerű eszközről van szó, ami azt jelenti, hogy feladatokat adhatunk a gyerekeknek. Ezek a feladatok ilyen, akár ilyen teszt jellegűek lehetnek,
de lehetnek tevékenységek is. Ebben a példában, amit én itt igyekeztem megmutatni, csak így nem tudom, mennyire látszik ez jól, az volt a feladat, hogy egy tulipán növényt kell a gyerekeknek lerajzolni, és ezt a rajzot a gyerekek belépnek a számítógéppel arra az oldalra, és a számítógéppel rajzolják ezt a virágot, és a formatív értékelés része abban nyilvánul meg, hogy nem az van, hogy gyerekek megoldják a feladatokat, a végén én pedig értékelem és osztályozom, hogy 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, hanem abban mutatkozik ez meg, hogy már a munka során tudok neki visszajelzést adni, tehát a tanár látja, hogy a gyerekek hogyan rajzolják ezeket a tulipánvirágokat, és visszajelzést tudnak írni, olyan visszajelzést, ami csak a gyereknek jelenik meg. Tehát ebben a konkrét példában odaírta a tanár, hogy szép a virág, mosolygójel, de gondold át a levéltípust, és ne feledd el a gyökérzetet sem. Tehát még a folyamat közben tudunk segíteni, és valószínűleg ez sokkal kellemesebb, mint ha végén kiderült volna, hogy nagyon igyekezett a rajzol, de hát rossz lett az egész. Nyilván nem vagyok a szummatív értékelés ellen teljes egészében, arra is szükség van, de amikor a tanulási folyamat van, ezek az eszközök nagyszerű barátaink. Újabb ötletek következnek. Hát kezdem így sorban. Ilyen értékelő eszköz lehet a kilépő cetli. A kilépő cetlit jól ismerhetjük, mert papírverzióban ismert. Ez azt jelenti, hogy az óra végén egy kis cetlire, mondjuk egy kérdésre kell válaszolni a gyerekeknek. Egy egyszerű változatot mondjuk soroljon fel két olyan fogalmat, amit nem értett, vagy azt, hogy érezte magát az adott órán, vagy mi az a három legfontosabb dolog, amit ma megtanult, és így tovább. Ez is egy megoldás, erre van elektronikus eszköz is. Ugye a Szokratív nevű ilyen online kvízkészítőben van egy beépített funkció, és az kezeli ezt a kilépő cetlit. Ezt számítógéppel is lehet küldeni a tanárnak, és tablettel és mobiltelefonnal is. Erről még lesz szó egy picit később, és lesz róla egy link is, ahol ezt el lehet olvasni, hogy kell ilyet készíteni. A másik lehetőség az, hogy kvízkérdéseket adunk a gyerekeknek, vagy a gyerekek készítenek kvízkérdést. Ez nagyon lényeges, hogy ők maguk a fogyasztókból tartalom előállítóvá váljanak. És a kvízkészítés az nagyszerű dolog, és lehetőséget ad a tudás ellenőrzésre is, de visszajelzést is jelent a tanulással kapcsolatban, tehát értékelő eszközként is használható. Itt a kvíz készítésre elektronikus eszközök között felsoroltam a Szokratív nevű online eszközt, a Kahoot nevű online eszközt, és a RedMentát, ami egy magyar fejlesztés, őről is, ezekről is fogok még egy pár szót mondani. És van egy Zaption nevű alkalmazás is, amiben a videók, éppen nézett videókhoz lehet kérdéseket föltenni, rendkívül látványos, és úgy mondjam, a videó ereje az azért nagyon sokat számít a tanulásban, úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni. Az alkalmazás oldalán, illetve a YouTube-on lehet találni róla példákat. Aztán nagyszerű lehetőség például az értékelésben az, hogyha arra kérjük a gyerekeket, hogy egy Twitter bejegyzésben, tehát 140 karakterben írják le,
hogy az adott témában ők mit tanultak, vagy mit értettek, vagy mit nem értettek, vagy mi a véleményük az adott témával kapcsolatban, sok minden lehet. Ugye a Twitter bejegyzés jelenleg 140 karakter hosszúságú, ez azt jelenti, hogy bizony okosan kell fogalmazni, hogy a lényeget fogja meg, és hogyha a Twitteren vagyunk, ugye ez egyértelműen a nagyobb diákoknak való, tehát a 13-14 éves korosztály fölöttiek, de ott akkor a Twitteren, hogyha alkalmazunk egy valamilyen címkét, akkor utólag ki is tudjuk gyűjteni, hogy mit írtak a gyerekek egy adott témában. A utikalauz nem csak stopposoknak elnevezésű mintaprojektben van Twitter alkalmazásra példa, azért írtam oda a utikalauz, és a két másik helyen szerepel egy ilyen fekete ellipszis, az arra utal, hogy sok mintaprojektben szerepel kvíz is, és sok mintaprojektben szerepel fogalomtérkép is, olyan sok, hogy nem tudtam ide fölírni, felsorolni. A fogalomtérkép is egy jó eszköz lehet, mert magunknak jelzést ad arra, hogy vajon mennyire értettük meg az adott témakört, illetve visszajelzés lehet a tanár felé is, hogy a gyerekek mennyire értették meg azt, amit mi mondtunk, mert lehet, hogy mi mondtunk valamit másképp, vagy nem a legtökéletesebbnek. Fogalomtérkép készítéshez sok megoldás lehet. Itt a mintaprojektekben vannak erre vonatkozó tanácsok, hogy hogyan lehet ezeket beépíteni, és a tudásbázisban a tanárblog munkatársai szerkesztő jóvoltából egyre több leírás jelenik meg arról, hogy hogyan kell ezeket használni konkrétan, tehát a MindMeister például, vagy a Popletet. Éppen ezért ezekre vonatkozó segédanyagok majd a honlapon megnézhetők. Hát most is közel 100 van, úgyhogy már érdemes körülnézni. És végül az utolsó ötlet ebben a témakörben, ez a 3 perc szünet, ami nem feltétlenül nagyon digitális, de tulajdonképpen arra való, hogy a gyerekek egy kicsit átgondolják azt, hogy a pörgésben, a projektben hogyan, merre tartanak és hova jutottak el. És ez azt jelenti, hogy a 3 perc szünet alatt adunk olyan mondatkezdeteket, amelyeket ők be tudnak fejezni. Tehát például azt, hogy meglepett a mai órán, hogy, vagy nem tudtam arról, hogy, vagy újdonság volt, vagy megváltozott a véleményem azzal kapcsolatban, hogy. Na most, hogy ezt hogyan gyűjtjük össze ezeket, és hogyan dolgozzuk fel ezeket a válaszokat, ott jöhet képben az informatika világa, mert biztos nagyon jó csomagolópapírra fölírni ezeket, de vannak digitális csomagolópapírok, amelyek nem vesznek el, amelyekkel később dolgozni lehet, amelyeket át lehet szerkeszteni, meg lehet mutatni és fel lehet dolgozni. Úgyhogy erre is vannak eszközök, majd mutatok mindjárt ilyet is a mobil eszközök kapcsán. Most eljutottunk az első témakörünk végére. Ez a témakör elsősorban konkrét ötleteket szeretett volna adni a formatív értékeléshez, tehát olyan eszközöket, amelyek a tanulás során adnak a tanulóknak visszajelzést. Ha ennek kapcsán van kérdés, akkor és a következő témakörrel kapcsolatban, azokat mind be lehet írni a chatbe, és gyűjteni fogjuk, és a végén válaszolok, vagy pedig, hogyha közben felbukkan egy kérdés, és be tudom illeszteni, akkor közben is nyugodtan lehet kérdezni, mert figyelem a chatet, és hogyha ott valami olyan kérdés van, amire azonnal tudok reagálni, akkor
szívesen megteszem. Jó, tehát a kérdések nyugodtan jöhetnek, akár most, akár a végén, fogunk válaszolni rá Tisza Géza kollégámmal együtt. Tehát akkor a folytatásban néhány ötletet szeretnék mondani a mobileszközök iskolai használatához, azonban előtte szeretnék néhány dolgot előre bocsátani. Az egyik az, hogy az elmúlt években volt több olyan projekt Magyarországon, kutatások, amelyekben tabletek, vagy pedig mobiltelefonok, okostelefonok oktatási alkalmazását kutatták. Ez utóbbival foglalkoztam magam is kollégáimmal az utóbbi években, és bizony kiderült, hogy vannak jó lehetőségek ezen a területen, de az is kiderült, hogy azért az eszközellátottság vagy az informatikai infrastruktúra nem mindig elegendő. Tehát most azok az ötletek, amiket most elmondok, azokat ideális esetben minden iskolában meg lehetne valósítani, azonban lehet, hogy lesz olyan iskola, ahol nem biztos, hogy minden feltétel adott, illetve lesz olyan hely, ahol nem elegendő számú vagy típusú eszköz áll rendelkezésre. Tehát ilyen módon igyekszem azokhoz szólni, akiknek egy kicsi lehetőség azért már van, mit lehet abból kihozni alapon. Ez az ideális állapotot el tudjuk képzelni, hogy milyen, de valószínűleg az ideális állapot kevés helyen jön össze. A másik előre tisztázandó kérdés az, hogy mind a tabletek, mind pedig a mobiltelefonok tekintetében három operációs rendszer van, ami elterjedtebb a világon. Ugye az iOS, ami az Apple eszközökön fut, az Android operációs rendszer, illetve a Windows Phone operációs rendszer, 8-as, 10-es, most már Windows 10-es eszközök is vannak. Mivel a legelterjedtebbek az androidos eszközök, illetve nem csak hogy a legelterjedtebbek, hanem ezekre érhető el a legtöbb mobil applikáció, olyan, ami speciálisan, tehát az oktatás számára különlegesebb hozzáadott értékkel bír, ezért főleg erről fogok beszélni. Mindkettő, mind a másik kettő is jól használható az oktatásban. Az iOS eszközök száma alacsonyabb ugye az oktatásban Magyarországon, a Windows-os eszközök esetében pedig más az applikációk elterjedtsége, vagy az elérhető applikációk száma, ezért ott az alapfunkciók, a legfontosabb műveletek mind végrehajthatók, és amelyekhez nincs megfelelő applikáció, azokat pedig a webes böngészőn keresztül lehet elérni, tehát minden megvalósítható minden eszközzel, de én most az androidos eszközök kínálatára fogok koncentrálni. Itt mindjárt felvetődik egy probléma, mégpedig az az, hogy legjobb lenne tiltani ezeket az eszközöket, mert inkább csak bajt okoznak, és hát azt szeretném itt mutatni, ezt most nem fogjuk tudni kifejteni, mert ahhoz elég kevés időnk van. De például az Egyesült Királyságban nagyon sok helyen tiltják a mobiltelefonok iskolai használatát, ez azt jelenti, hogy mondjuk a gyerekek a szekrényükben tartják az eszközt, nem használják sem órán, sem szünetekben, illetve hát a mobil eszköz az ott van a szekrényben, és mondjuk ott töltődik egy kis beépített töltő segítségével, nem érdekes. Viszont tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban az iskolák több mint 70%-a használ tableteket az oktatásban. Tehát a privát jellegű mobileszköz használat korlátozva van erős szabályokkal, tehát az erős szabály alatt azt értem, hogy
nem csak, hogy benne van a házi rendben, hanem tényleg be is törtek. Cserébe azonban a tabletek, mint mobileszközök, különböző táblagépek, vagy kisméretű laptopok, vagy olyan eszközök, amelyek laptop és táblagép is egyszerre, azok viszont jelen vannak az iskolák nagy részében, általános és középiskolában, és használják őket az órán. Tehát valószínűleg ezeknek az eszközöknek az okos értelmes használata és nem privát jellegű használata az út, ami felé érdemes haladni. De ehhez nagyon sok paraméter szükséges, tehát aki most nem érzi úgy, hogy beletartoznám be egy ilyen 70%-os körbe, nem biztos, hogy ez ő hibája, hanem lehet, hogy még nincsenek megfelelő eszközei. Sőt, biztos. Nézzünk néhány gondolatot még mielőtt a mobileszközök konkrét alkalmazásaihoz érünk. Hát itt ilyen pöttyök láthatók ezeken az ábrákon, amik lehet, hogy most így érthetetlenek, de próbálok segíteni abban, hogy megértsük. A bal oldali ábrával kezdjük, ahol egy szürke alapon van egy piros pötty és egy pár kék színű pötty. A piros pötty a tanár, a kék pöttyök a diákok. Most a tanár úgy érzi sokszor, vagy úgy érezte, vagy lehet, hogy még most is, hogy az ő irányából az információ vidáman eljut a gyerekekhez, és hát tulajdonképpen ez az iskola, ez a lényege, minden diák irányába szépen eljutnak az információk, a gyerekek különböző mértékben ezeket elsajátítják, megtanulják, és miután megtanulták, akkor számot is adnak róla. Ha ugyanezt a dolgot megnézzük egy diák szemszögéből, akkor a diák, aki most már egy sárga pötty, akkor a diák viszont úgy tekinti, hogy ő nagyon sok irányból kap információt, és sok irányban kommunikál is, és ezek közül csak egy a tanár, a többi például az iskolatársai vagy az osztálytársai. Ha ezt még jobban meggondoljuk, akkor vannak szürke pöttyök is a harmadik ábra, ahol még sok más szereplő van, nyilván nem tudtam annyi pöttyöt rajzolni, ami reális lenne, de tulajdonképpen iszonyú sok emberrel kommunikál, és kap információt, vagy ha úgy tetszik, tanul a mi sárga diákunk. A következő negyedik ábra pedig azt mutatja, hogy ezekből a zöld kapcsolatokból bizony vannak olyanok, amelyek egy kicsit fontosabbak, tehát bizonyosakra jobban odafigyel a diák. Hát reméljük, hogy a tanár ilyen, ezért a sárga és a piros pötty közötti vonal egy kicsit vastagabb. De valójában a diák olyan sok információt kap, és olyan sok tényező veszi körül, hogy egy hatalmas, bonyolult hálózatban van, és ez inkább ez a zöld ábra itt a végén, ami tele is tele van kapcsolatokkal, és vannak fontosabb, kevésbé fontos kapcsolatok, de minden esetre ebben az információ özönben élnek a diákok is, meg mi magunk is, ha nem zárjuk el magunkat. Úgyhogy amikor a mobileszközök használatáról beszélünk, akkor érdemes meggondolni, hogy nem zárható le hermetikusan egy diák, még akkor sem belép az iskolába, hanem tulajdonképpen egy érdekes információ forgatagban él, és ebben kell neki eligazodni, ebben kell neki segítenünk eligazodni. Nézzük, hogy a mobileszközöket milyen módon lehet használni. A teljesség igénye nélkül nagyon fontos, mert itt órákig lehetne erről mesélni. M-learningnek hívják a mobileszközökkel segített tanulást, az M a mobil szóból származik, és négy nagyobb területet jelölnék én itt meg, ahol ezek az eszközök megjelennek. Az egyik a tartalomkészítés. Ezt említettem korábban, hogy az egy kívánatos dolog, hogy a diákok ne fogyasztói legyenek
a tananyagnak, hanem egyben készítői is. Ezért, hogyha ők rendszeresen kitöltenek egy munkafüzetet, az nagyon derék dolog, de egyszer-egyszer készíthetnének saját maguk is tartalmakat, akár munkafüzetet is, de sokkal érdekesebb dolgok is vannak. Tehát hogyan lehet mobiltelefont, vagy tabletet, vagy mindkettőt tartalomkészítésre használni? A következő az az, hogy mit jelent a személyes tanulási környezet, hogyha mobil eszközökről beszélünk. A harmadik az együttműködés ilyen mobiltelefonokkal és tabletekkel, és a negyedik téma az értékelés és visszajelzés, ami egy kicsit már előre fogja vetíteni a következő heti webinárium témáját, amelyet Tisza Géza kollégám fog tartani, és amelyre már lehet jelentkezni. Kezdjük a tartalom készítése. Tudom, hogy sűrű ez a díja, de ugye meg lehet nézni utólag még egyszer a felvételt, illetve mindegyik itt szereplőhöz adok majd linkeket, és föltesszük a honlapra, és utólag minden linket meg lehet nézni, és amihez már elérhető leírás, vagy blogbejegyzés, azt is linkelni fogjuk. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy úristen, ez sok információ, az valószínűleg jól érzi, de nem baj, mert ezeket szép lassan kis falatokban is el lehet fogyasztani. De amikor tartalomkészítésről van szó, tulajdonképpen ezt a négy kategóriát vettem itt alapul, képek készítése, hangok, videók és szövegek. A képek esetében, hogyha a diákok használhatják a saját mobiljukat, vagy erre a digitális témahétre esetleg behozhatják a otthoni tableteket szülők engedélyével, akkor a projekt során lehet ezeket használni fotodokumentációra, lehet használni arra, hogy kollázsokat készítsenek például, lehet használni arra, hogy a meglevő fotókat szerkesszék, alakítsák, módosítsák, elég sokféle képszerkesztő áll rendelkezésre. Ezeket a gyerekek nagy valószínűséggel ismerik is, mert olyan sokféle van, hogy akár mindenki a kedvencét kiválaszthatja, és ezekkel lehet új tartalmat létrehozni. És végül még egy érdekes megoldás akkor, hogyha a fotó készítésekor a képre még egy olyan információ is rákerül, ami egy kicsit többlettel látja el, gazdagítja a képet, például ráírja, hogy hol készült a kép, tehát ad egy ilyen úgynevezett geoteget, tehát egy ilyen földrajzi címkét, vagy például vannak olyan megoldások, amikor az aktuális időjárást is fölírja, hogy éppen ott hány fok van, vagy szél van, vagy esik az eső. Ugye ez a képen is látszik természetesen, de egy ilyen képes időjárás jelentésé változik, és aztán ezt fel lehet tölteni bárhova, vagy össze lehet gyűjteni, vagy és így tovább. Itt a szürkékben, szürke mezőkben látszanak javasolt applikációk, alkalmazások, amiket a mobiltelefonra vagy a tabletre le lehet tölteni és ki lehet próbálni. Ilyen a Fotor nevű képszerkesztő, vagy a Photogrid nevű kolláskészítő, vagy az InstaWeather nevű képi időjárás jelentő applikáció. Van mindegyiknek olyan testvére, ami ugyanezt tudja, hogy hasonlót tud, egy néhányat soroltam itt föl tulajdonképpen. A Photogrid az teszi lehetővé, hogy a meglevő fotóinkból pillanatokon belül egy kollást készít, amit aztán lehet tudunk küldeni. A gyerekek elég ügyesen tudnak ilyet készíteni. Hangok esetében felvehetik a gyerekek a saját előadásaikat, verseiket, éneket, mesét, stb. Utólag vissza lehet hallgatni, elemezni, vagy örülni neki.
interjúkat készíthetnek a gyerekek a saját eszközeik segítségével, akár iskolán belül, vagy otthon. Ugye történelemhez is nagyon jó történeteket lehet gyűjteni, vagy közvéleménykutatást tartani, illetve úgynevezett podcastok is készíthetők, amelyek olyan hanganyagok, amelyek tulajdonképpen ilyen mini rádióműsornak is elmennek. A Shakespeare az egész világ című mintaprojekt pontosan erről szól, akit ez érdekel, nézze meg. Természetesen nem csak 9-10-eseknek jó, ilyen podcastokat bárki készíthet. Ehhez a beépített hangrögzítő használható, és közzé lehet tenni az elkészült hangokat a SoundCloud nevű felületen is. Tehát vannak vicces megoldások is, azt is ideírtam, ha arra keresünk rá, hogy voice changer, tehát hangváltoztató applikáció, akkor aztán nagyon sok vicces dolgot lehet. Az se baj, ha közben nevetünk egy kicsit a digitális témahéten. A videók esetében szintén saját felvételeket készíthetnek a gyerekek, dokumentálhatják a projektet, ugye ez az, amire a végén már szükségünk is lesz, szerkesztetik, vághatják ezeket a felvételekhez, ezekhez is van több ilyen alkalmazás, ezek közül soroltam fel ott kettőt. A szövegek esetében a gyerekek közösen jegyzetelhetnek, vagy egyénileg jegyzetelhetnek, listákat készíthetnek teendőkről, feladatokról, mérföldkövekről. Ehhez a Microsoft Office csomag részeként már ismert OneNote jól használható, ugye számítógépen is, meg tableten is, meg mobiltelefonon is, de ismert az Evernote és a Google Keep is alkalmas ilyen jegyzetek készítésére. Ugye Albus Dumbledore azt mondta, hogy sose becsüljük le a szavak erejét, én azt erősíteném meg, hogy a szöveg azért az nagyon fontos, hogy nagyon fontos az, hogy a szövegeket hogyan kezelik a gyerekek, és abból mit hoznak létre. Erre ott van a kezünkben egy jó eszköz, hogyha nincs nagyobb lehetőség, több lehetőség, akkor a mobiltelefonnal és a tablettel is lehet ilyen irányú dolgokat végre hajtani. Most ebben a tartalomkészítés témában szeretném besorolni azt a speciálisabb területet, amit inkább külön tálalnék, ez a QR kódok használata. Biztos, hogy mindenki látott már ilyet, az is, aki esetleg eddig nem nagyon tudta, hogy hova tegye őket. Itt a lap közepén látott ez a fekete-fehér ábra. Ez olyan, mint egy vonalkód, csak kétdimenziós, tehát nem ilyen lineáris kiterjedésű csupán. Minden telefon és tablet, ha telepítjük rá a QR kód olvasót, akkor el tudja olvasni, hogy mi van itt. A mi szemünk erre nem alkalmas, de tulajdonképpen eszköz segítségével ezt nagyon vidáman lehet értelmezni. Akinek van ideje és a kezében van telefon, elolvashatja, hogy ez a kód, amit megjelent a képernyő közepén, mit ábrázol. Akinek nincs erre kedve, vagy nincs kezében a telefon, az el is olvashatja, mert oda is van írva. De két szóban elmondanám, hogy hogyan működik. Ugye ilyen QR kódokat bárki tud készíteni, és gyorsan ki is lehet nyomtatni nyomtatóval, ollóval kivágjuk, aztán tesszük, ahol akarjuk, vagy betesszük egy Word-be, vagy egy dokumentumba, vagy bármibe, és hát rengeteg felhasználási lehetőség van. Ha azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan kell ilyet készíteni, beírjuk a Google-be azt, hogy QR kód készítés,
is lesz minden találat. Az első ez lesz, ami itt is látszik, és beírtam a szöveghez azt, amit beírtam, generálás, és ott van a kép, azt a képet aztán el lehet menteni ide-oda, nagyítani, kicsinyíteni, kinyomtatni, kivágni, és így tovább lehet vele dolgozni. Nehéz lenne most felsorolni, hogy mi minden alkalmazásra jó, tehát itt írja valaki, hogy Noémi írja azt, hogy karácsonyra készített feladatokat ezekkel, aztán én felsoroltam itt néhányat. Ólóra lehet tenni, ugye kvízkérdéseket lehet vele készíteni, ki lehet rakni az iskolában. Ugye a projekt eredménye lehet egy ilyen, hogy kvízt csinálunk QR kódokkal. Könyvtárban a könyvek leírását lehet beletenni, ilyen piciben. Wi-Fi kódot lehet felrakni, valahova a plakátra lehet ilyet helyezni, laboreszközök használatára vonatkozó információkat lehet rátenni, vagy ha van egy nagyobb eszköz, mondjuk egy kávéfűző, nem tudjuk, hogy kell használni, ott egy kis kód, leolvassuk, mindjárt le van írva. Sütire is lehet applikálni ilyet, vagy névjegykártyára, de van QR kódos periódusos rendszer, aztán adventi kalendáriumot is lehet csinálni, keresztrejtvény meghatározásai, írja Erika a cseten, de például az is lehet, hogy készítünk egy feladatsort, és akkor megpróbáljuk megoldani, és mellette ott vannak a megoldások a QR kódokkal, tehát nem hagyjuk magára a gyereket, ha hazavitte, akkor le tudja olvasni, mi volt a megoldás, vagy a megoldás menete. Iszonyú sok lehetőség, nagyon egyszerű használat, és könnyű, olcsó megoldás, hiszen csak nyomtatni kell ezt az egészet. Úgyhogy aki még nem ismerte, mindenképpen próbálja ki, aki meg már ismeri, az még folytassa, mert még sok lehetőség van. A következő téma is olyan, hogy hát órákig lehetne róla beszélni, és nagyon szívesen megtenném, illetve hogyha van rá igény, akkor akár még egy külön webináriumot is érhet, ez pedig a kiterjesztett valóság. Ez azt jelenti, hogy a mobil eszközök segítségével egy plusz információs réteget tudunk rávinni arra a látványra, ami minket körülvesz. Hogy egészen konkrét példát mondjak, például a régebbi 20 eurós az úgy volt megalkotva, hogy egy megfelelő applikációval ránézve, vagy QR kód olvasóval ránézve, nem egy applikációval ránézve, meg lehetett tekinteni rajta, vagy meghallgatni plusz információt, multimédiás anyagot. De a jobb alsó sarokban is látszik egy alkalmazás, ez a Google Translate-nek az applikációja. Ugye, ha olyan országban vagyunk, ahol nem értjük a feliratokat, mondjuk ez a példa éppen jó pofa, mert nem mindenki tudja oroszul elolvasni, hogy mi van odaírva, és akkor a mobiltelefon applikáció ránéz, lefordítja és hozzáadja ezt a plusz tartalmat, azt, hogy megnézhetjük angolul, hogy ez a irány a város, vagy kiárat a városban feliratot jelent tulajdonképpen. A kék mezőben olyan példákat soroltam föl, amiket mindenképpen ajánlanék, ezek applikációk. Sajnos itt a képek eltakarják egymást, de a Quiver az első, az olyan, amit mindenképp ajánlok kicsiknek is. A lényeg az, hogy kapunk az oldalon, ezen a quivervision.com-on egy jó néhány színezőt, amit a gyerekek kiszíneznek, majd a tablettel vagy telefonnal ránéznek ezzel az applikációval, ezzel a Quiver applikációval, és mozgásba lendül, háromdimenziósá válik egy sejt, vagy egy kastély, vagy egy sárkány, vagy nem tudom,
Úgyhogy ezt érdemes kipróbálni, nagyon látványos, még a gyerekek is, még a tanárok is élvezik, azt akartam mondani. Az augment az olyan, hogy le lehet hozzá tölteni különböző modelleket, és akkor tulajdonképpen a mobiltelefonnal körbenézünk, akkor egy adott helyen megtalálunk egy kis katedrálist, mondjuk, és azt meg lehet nézni. Az AR média olyan, hogy ki kell nyomtatni egy papírt, amin van egy jel, egy marker, és ahhoz társítunk különböző letölthető modelleket, itt is van cápától kezdve mindenféle. Nehéz elmondani, inkább látni kell, hiszen ezt most így nem tudom érzékeltetni, hogy ott mozgás és háromdimenziós élmény várja az embereket. Sok van még, az aurazma is tud ilyet, az aurazmával meg lehet csinálni, hogyha az embernek van egy prospektusa, például mondjuk itt van egy ilyen, akkor meg tudjuk oldani azt, hogy a különböző részei a prospektusnak vagy a plakátnak az applikáció segítségével életre tudnak kelni, és ha az adott applikációval nézzük meg, akkor egy felirat mögött egy videó indul el, vagy egy link, vagy egy újabb információ. No, hát a kiterjesztett valóság az nagyon izgalmas, de nem tudok több időt rászánni, kicsit tovább lépünk. Egy pár szót a személyes tanulási környezetről. Ugye a személyes tanulási környezet itt azt jelenti, hogy ha az embernek van egy mobiltelefonja, vagy egy tabletje, akkor az egyértelmű, hogy ki kell alakuljon, hogy az embernek van egy saját applikáció gyűjteménye, amit mindenkinek lehet, hogy egy kicsit más. Én ezt ilyen szó nincsen, de azért én és mint ahogy mindenkinek van egy hátizsákja, mindenki tart benne bizonyos dolgokat, mindenki így van a tabletjével, telefonjával is. Hát például kell lennie QR kód olvasónak rajta. A tanulásról van szó, lehet, hogy érdemes a GeoGebrát is használni, hiszen matematikából nagyon jó. Google térkép, ugye ráadásul ez a Google Earth, Google Föld, ami elég sok érdekes hozzáadott tartalmat jelenthet. Van a Duolingo, ami egy nyelvtanuló szoftver, aztán lehet mérőeszközöket is használni a mobiltelefonokban, tabletekben, vannak szenzorok, amik alapból benne vannak, és ezekkel fizikai kísérleteket is lehet végezni. Vagy akár azt is, ami ott az alsó képen látszik, hogy az ember kioperál egy régi webkamerából egy lencsét, és egy ilyen Blu-tech-szerű gyurmával oda applikálja a kamerához, akkor mikroszkóppal alakíthatja a telefonját. Szóval sok ilyen lehetőség van. Egy dolog tartozik még ide, amiről nem szeretnék egyáltalán beszélni, mégpedig az ilyen tankönyv ízű, vagy munkafüzet ízű applikáció. Tehát gyakoroljuk az összeadást, vagy periódusos rendszer, tehát olyan, ami tulajdonképpen papíron is megvan, de megtalálható a tableteken, vagy mobiltelefonokon is. Ezek is hasznosak. Ha ezekre rákeresünk, vagy rákeres egy tanár, akkor ki tudja választani, hogy melyik az, ami neki jó, melyik az, ami nem jó. Ugyanez van a gyerekeknél is. Nehéz tanácsot adni, meg nagyon sok olyan, ami felületes munka, nagyon sok olyan, amiben esetleg még szakmai hibák is lehetnek, úgyhogy ezt nagyon alaposan át kell nézni. De igazából ez nagyon sok esetben a fogyasztói irányba tereli a tanulást, tehát fogyasztom, nem pedig a
kreativitás irányába. Ezért erről kevesebbet beszélek, ez is létezik, csak hát most ebben a rövid időben, most már a vége felé járunk, ebben a rövid időben nem tudok erre részletesen kitérni. Tehát például a GeoGebra esetében akár az is lehet, hogy mobiltelefonnal kísérleteznek, fizikai kísérletek is lehetnek. Ez is egy jó alkalmazás, úgyhogy itt nagyon széles a lehetőségek tárháza. Amit ajánlani tudok, az az, hogy készült egy kiadvány az elmúlt évben a mobil eszközök oktatási alkalmazásairól. Ez elérhető elektronikusan, majd ez is benne lesz a linkek között, akinek még nincs meg ez a kiadvány, megnézheti, a több tantárgyban lehet használni ezeket. A mikroszkóphoz a rövid leírás annyi, hogy fogni kell egy webkamerát, egy régit, amit már szét lehet szedni, és ki lehet belőle csavarni ezt a lencsét, amit alul a képen látszik, és akkor a lencsét rá kell közelíteni a fényképezőgép részéhez, vagy a fényképező lencséhez a mobilon, és akkor utána, mintha fotóznánk, a mobil segítségével egészen közel kell vinni a tárgyhoz, és meg fog jelenni. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi az egész, nem bonyolult. Van, aki ennél ügyesebb is, tehát van, aki mondjuk egy ilyen lézermutatóból kiszerelt kis lencségből készít barkács módszerekkel ilyen feltétet. Hát én nem vagyok ilyen ügyes barkácsoló, de a YouTube-on van ilyen bőven. De ha nem megy, vagy kérdés van, akkor nyugodtan lehet még később jelentkezni, és akkor esetleg segítünk még. Hogyan használhatók a mobiltelefonok és tabletek az együttműködésre? Hát itt is van jó sok lehetőség, így most elsőre soknak is tűnik. Nézzük egyenként. Ugye a dokumentumok készítésénél a csoportos szerkesztés, a csoportos jegyzetelés érdekes. Tehát milyen érdekes megpróbálni azt, hogy az iskolai jegyzeteknél egy nagy közös jegyzetben írnak a gyerekek, és akkor aki ügyesebben észrevesz dolgokat, vagy lerajzol dolgokat, akkor azt a másik is tudja használni. Illetve az is lehet, hogy mindenkinek van saját verziója, de azért látja a többiekét is, és át tud venni belőle. Nem az a cél, hogy valaki dolgozzon, és a többiek meg nem, hanem az a cél, hogy a tudás az együttműködéssel tulajdonképpen növekedjen. Itt akár távoli együttműködés is lehet, és akár időben eltolva is, tehát a tablet vagy mobiltelefon segítségével közösen szerkeszthetünk, vagy dolgozhatunk egy szövegen. Itt is működik a OneNote, vagy akár a Word is, de működik a Google Drive-nak a több szolgáltatása, vagy weben keresztül akár a TitanPad nevű, szintén ilyen csoportos szerkesztésre alkalmas eszköz is működik. Ha ötletbőrzét szeretnénk a projekt során tartani, akkor azt számítógéppel sok minden támogatja. Most mobil eszközről, mobil telefonról beszélünk, vagy tabletről, táblagépről beszélünk. Itt van ez a virtuális parafatábla megoldás, ezt a ninoit.com-on lehet elérni számítógéppel, és a Ninoit nevű applikációt érdemes letölteni, és mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Lehet használni, kis szetliket lehet összegyűjteni, mindenki hozzáteheti a magáit. A Symbalo az egy linkgyűjtemény kezelő, közös linkgyűjteményt lehet vele létrehozni. Ha projektekről van szó, akkor mindenképpen szükség lehet tervezőeszközre is. A projekt megvalósításában vannak feladatok. A feladatoknak felelősei vannak. A feladatok
az határidők tartoznak, leírás tartozik, lehet, hogy ellenőrző lista is, lehet, hogy egy közös naptára is szükség van. Attól függ milyen, de ideális esetben ilyen egy projekt. Ehhez akár egy közös doksit is használhatunk, vagy egy közös táblázatot, de van egy Trello nevű applikáció, ami weben is van, és tableten is nagyon jó, és telefonon is nagyon jó. Ezt is egy villantás erejéig meg fogom mutatni. A következő terület a virtuális osztályterem. Ugye ez nem egy mobil alkalmazás, itt igazából a virtuális osztályteremhez való hozzáférés az, amit biztosít a mobil eszköz. Tehát tulajdonképpen egy közösség az, amiben dolgozunk a gyerekekkel, fontos, hogy zárt legyen, fontos, hogy tudjunk kommunikálni egymással közösen, vagy egyenként is. Chat funkció van, file feltöltés, file megosztás funkció van. Ennek sokféle verziója van, most még egyszer mondom, csak a mobil hozzáférésre koncentrálok, ezért ezt a négy alkalmazást soroltam ide. A Viber ide tartozik, ami másra is jó, telefonálásra, üzenetküldésre. A Viber azért jó, mert a 13 évnél fiatalabb diákok körében is elterjedt, zárt csoportokban lehet velük ott dolgozni. Ott is meg lehet osztani mindenféle információkat. Az Edmodo és a NeoLMS kifejezetten ismertek, mint virtuális osztálytermek, tehát ahova beléptetjük a gyerekeket, és követjük az ő tevékenységüket, megosztunk információkat, és természetesen vannak más ilyenek is, de ezeknek van mobil applikációjuk is. Ezen kívül ideírtam a Facebookot is, és vannak más lehetőségek is. Itt Anna írja is a Google Classroom-ot. Arra készülünk, hogy egy külön webináriumot is tartsunk a virtuális osztálytermekből, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ezt megszervezzük. Valószínűleg az ünnepek után, mármint a március 15-i ünnepek után erre is sort fogunk keríteni. De egyébként itt szeretném elmondani, ha bárkinek ötlete, kérése van, hogy mivel foglalkozzunk, akkor ne kíméljen minket, hanem írja meg, mert megszervezzük, és megtartjuk, és elmondjuk, megmutatjuk. Azért van ez az egész projekt, hogy a felkészülésben is segítsünk nektek. Tehát a következő és egyben utolsó, a játékot se felejtsük el, a gyerekek különböző játékokat tudnak egyrészt létrehozni, másrészt pedig játszani egymással, tehát vetélkedőket, kvízeket lehet lebonyolítani, de a mobil eszközök alkalmasak arra, hogy a kincskeresés világában szabadtéri projekt is legyen, tehát a digitális témahét az április elején van, akkor már lehet, hogy jó idő van, és akár szabadtéren is lehet használni ezeket az eszközöket, és itt említem meg a kincskereséshez kapcsolatban különböző geolokációs játékokat, a geocaching is ilyen, a Manzi is ilyen, a Scyther is ilyen, ezekről is lehet itt-ott olvasni, úgyhogy ezt is ajánlom, és majd ezeket a linkeket is el fogjuk küldeni. Valamint a robotika is ide tartozik, hiszen most már a robotok is olyanok, amelyek mobileszközökkel kommunikálhatnak, programozhatók és irányíthatók. Tehát egyre inkább ez is el fog terjedni, mint egy olyan felület, vagy egy eszköz, amivel valamilyen más alkalmazást, vagy egy konkrét szerkezetet lehet vezérelni. Ahogy mondtam, egy néhány említett alkalmazásról mutató képet is, ugye itt a PowerPoint diákon
korlátozottak a lehetőségek. A bal oldalon látszik az a virtuális parafotábla, ugye, amire képeket lehet tenni, akár ilyen mindenféle színű cetliket lehet tenni. Mondhatjuk azt a gyerekeknek, hogy különböző véleményeket fogalmazzanak meg, aki egyetért, a zöld színű cetlire írja meg gondolatait, aki nem, az pirosra, és így tovább. Vagy ötletbőrzét lehet vele tartani, vagy egy egész projektet is be lehet mutatni egy ilyen falon, mindenféle eredményeket föl lehet tenni. Aki ismeri a Padlet nevű oldalt, nagyon hasonló ehhez, azzal is lehet ugyan ilyen hasonló, ilyen, hát mondjuk egy elektronikus plakátot készíteni, de ez a parafatábla, ez kifejezetten alkalmas a közös munkához, az együtt gondolkodáshoz, vagy akár csak ahhoz, hogy visszajelzést kérjünk, hogy na milyen volt a mai nap, mi volt jó, mi volt nem jó, és így tovább. Kék színnel látszik a Trello. A Trello-ban az ember ilyen témaköröket állít össze, tehát például itt azt a mintát csináltam, hogy feladatok, dolgozunk rajta, és kész, ezen belül pedig ilyen alfeladatok vannak, úgynevezett kártyák. De például a feladatoknál látjátok azt, hogy fotózás és szövegírás, tehát ez egy elvégzendő feladat. Kiosztjuk, mondjuk azt mondjuk, hogy Géza, te fogod elvégezni a fotózást, akkor belekattintva beleírhatjuk, hogy ez Géza feladata, adunk neki határidőt, meg leírást is akár, és utána, mikor Géza elkezd vele dolgozni, ezt a kis kártyát áthúzza a dolgozunk rajta oszlopba, és akkor látjuk, hogy ki hol tart, ki mivel van kész, ki mivel halad, és melyik mindegyik alatt lehet még kommenteket is írni, úgyhogy ezt mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Géza írja is, hogy ő már ezt csinálja is, úgyhogy köszöni a feladatot. A Trello ingyenes, weben keresztül is, de mobilon is működik. Bármi történik, valaki valamit megcsinált, vagy kérdést tett föl, jön az üzenet a telefonunkra, és nézhetjük, követhetjük, hogy mi történik. Nagyon jó a gyerekeknek megtanítani azt, hogy közös felelősség van, de azért mindenkinek van dolga, határidők vannak, még egy pici projektben is ki lehet próbálni, de vannak olyan tanári közösségek is, akik így dolgoznak. Alul pedig a színbalú látszik, legalábbis tableten. Ez azt jelenti, hogy ezekbe a kis csempékhez linkeket lehet föltenni, több lapnyit, és akkor innen lehet kiinduló pontokat létrehozni, tehát mondjuk egy közös linkgyűjteményhez nagyon, nagyon alkalmas. És akkor az utolsó témánk az értékelés visszajelzés, amit viszonylag enyhén szeretnék érinteni, mivel hogy a következő héten ez egy külön webináriumon is elő fog jönni. Ugye itt arról van szó, hogy különböző kérdéseket, tesztkérdéseket, feladatokat tudunk adni a gyerekeknek, és arra ők a mobiltelefon segítségével, vagy a tablet segítségével tudnak válaszolni. Ugye ehhez korábban, és még most is nagyon sok iskolában az úgynevezett szavazórendszereket, vagy tantermi válaszadórendszer, vagy tanulói válaszadórendszereket használták, és ezek nagyon, hogy mondjam, megfelelőek voltak, de egy kicsit a világ túllépett olyan tekintetben, hogy ahol már elterjedtek a mobiltelefonok, ott bizony ezek az applikációk, hát hogy mondjam, most már előnyhöz jutottak, de ahol az iskolában van ilyen szavazórendszerünk, az semmiképp ne hagyjuk parlagon heverni, hiszen jól hordozható kérdéseket tudunk rá tenni és szerkeszteni, és akkor lehet használni a különböző csoportokban. Itt viszont mobiltelefonon vagy tableten elérhető applikációkat említek meg. Az első kettő a Szokratív,
a Socrative Student és Teacher, tehát a diák verzió és a tanár verzió, kifejezetten alkalmasak arra, hogy tesztkérdést, vagy rövid esszékérdést, vagy pedig igaz-hamis típusú kérdést hozzunk vele létre. Mini versenyeket, mini vetélkedőket is le lehet vele bonyolítani. Miért angol nyelvűek, kérdezi valaki? Hát azért angol nyelvűek, mert ezek világszerte ismert szoftverek, és ugye ezt nagyon sokan használják a világon, nagyon ismertek, és magyar verziójuk nincsen, azonban a használatához olyan minimális angol tudás szükséges, ami valójában tulajdonképpen minden diáknak szükséges, tehát nagyon, nagyon egyszerű a használatuk. Ehhez is van leírásunk, és van videó is, ami a használathoz segítséget nyújt, úgyhogy nagyon könnyű megtanulni. A Kahoot, az a K betű, hasonló eszköz, amivel ilyen kvízkérdés lehet. Ez egy kicsit viccesebb, és időt is be lehet állítani, pontszámot is generál, nagyon aranyos, ezt is ajánlom. Az a zöld nyíl a bal alsó sarokban azt mutatja, hogy a mintaprojektekben ezekre az alkalmazásokra konkrét javaslatok is vannak a mintaprojektekben, úgyhogy érdemes őket nézni. Tehát az első kettő, tehát a Socrative és a Kahoot ilyen tesztkérdéseket enged létrehozni. Előnyük, hogy működik számítógépről, működik aszinkron módon is, tehát nem kell egyszerre csinálni, azt mondjuk, hogy akkor otthon, most a Socrative-ra gondolok, illetve mind a kettő hasonló tesztkérdéseket tud, van hozzá applikáció, külön mobil applikáció, tableten is lehet használni, és a számítógépről is. Hasonló nagy tudású eszköz a RedMenta, ami abban érdekes, hogy egy magyar fejlesztésről van szó, tehát ez magyarul tud. Ennek mobil applikációja nincsen, azért írtam oda, hogy web, de mobiltelefonról is és tableten is működik, csak itt egy weboldal kell belépni és használni. Itt rengeteg kérdés, tesztkérdés van már bent, amit lehet másoktól kölcsönözni, és mi magunk is létrehozhatunk, illetve diákok is készíthetnek benne ilyen tesztfeladatokat. Valamint szeretném mondani, hogy a RedMenta fejlesztői is részt vesznek a digitális téma héten, ezért érdemes majd a választható programoknál a tudásbázisban nézni azt, hogy ők milyen előadásokat ajánlanak fel tanárok számára, aki egy kicsit jobban megismerkedne vele, bár nem nehéz a használata, de annak ajánlom, hogy nézzen körül a regisztrált a digitális témahét honlapján, illetve a Facebookon van egy RedMenta tesztelői csoport, ahol elég sok tanár van, és ott szívesen segítenek, hogyha bármilyen kérdés merülne föl. Na most ugyanúgy a szavazó visszajelző megoldások közé tartozik, alul az a pipa, a kék keretben, a Plickers nevű, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy a szegény ember szavazórendszere. Itt arról van szó, hogy kinyomtat az ember különböző ilyen ábrákat, és azokat felmutatják a gyerekek, és egy mobil vagy egy tablet kell hozzá, és azzal végig leolvassuk a válaszokat. Ezekről részletesebben is lesz szó jövő héten. Itt még megemlítem a ClassDojo-t, ami az értékelésnek a játékos formájában
segít az úgynevezett játékosításban, ami azt jelenti, hogy többek között azt jelenti, hogy a gyerekek különböző ilyen kitűzőket kaphatnak, vagy adhatnak egymásnak a projekt végén, vagy óra végén. Ez szinte mindegyik mintaprojektben szerepel, érdemes megnézni. Jó lenne, ha az iskolák támogatnák anyagilag a nem ingyenes programok használatát. Hát itt, amiket itt mutatunk, azok mind ingyenes programok, tehát ingyenesen használhatók. Olyan programot nem ajánlunk, ami fizetős, bár vannak persze olyanok is. A Quizlet még, ami hátra maradt, az a tesztkérdéseket, teszteket lehet szintén összerakni, érdemes kipróbálni. Ha valaki kifejezetten magyar felületet szeretne rögtön kezdésnek, az feltétlenül a Redmentával kezdje, de inkább nem mobilon, hanem inkább kezdje számítógépen. Az utolsó témakörhöz érkeztünk, tehát ez pedig az, hogy hát hogy legyenek a technikai problémák, hogyan oldjuk meg ezt az iskolában. Ugye egyrészt ahhoz, hogy mobil eszközöket használjunk, először is szükség van arra, hogy hát legyenek mobil eszközök, ezért ugye a szülőkkel való együttműködésre is szükség van. Ez azt jelenti, hogy meg kell engedjék azt, hogy az adott eszközök az iskolába megérkezzenek, vagy eljussanak. Gondolok inkább a tabletre, mert telefont az talán sokkal inkább megengedik. Viszont nagyon fontos a szabályozás a jobb felső dobozkában. Fontos, hogy tisztázzuk a szabályokat, mikor lehet és mikor nem lehet használni. Mostanában terjedt az interneten egy kép, amikor ülnek a gyerekek az osztályban, és van egy ilyen spéci doboz, amiben ott állnak a mobilok. Ugye ez a kép még nem mondja el, hogy ez most egy jó vagy egy rossz példa, mert lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ugye itt minden tilos, csak ceruza és papír lehet, és akkor a mobilokat elvonják, de az is lehet, hogy általában akkor lehet mobilt használni, amikor azt, hogy mondjam, tanulási cél indokolja, egyébként pedig nem, mert az egy más privát tevékenységhez kapcsolódik, ami majd az iskolán túl vagy később kerül előtérbe. Tehát fontos, hogy legyenek szabályok, tisztázzuk azt, hogy mikor lehet mobilt használni, és mire, és mikor nem lehet. És ezeket a szabályokat érdemes valahogyan közösen betartani. Fontos, hogy a rendszergazda segítsen abban, hogy ha nincs egyáltalán wifi, akkor ezt ugye nem tudjuk most megoldani. De hogyha van wifi, akkor ugye arra kell figyelni, hogy az nem célra vezető, hogyha az iskola egész wifi hálózatát használja mindenki egy az egyben, tanárok, diákok, stb. Sokkal célra vezetőbb, hogyha a wifi korlátozva van, illetve a diákok egyáltalán nem férnek hozzá a wifihez, csak akkor, amikor órán ez indokolt, akár úgy is, hogy egy külön wifi hálózat áll rendelkezésre, amelynek a jelszavát rendszeresen változtatják, és csak akkor mondjuk meg, hogy akkor lehet csatlakozni, amikor dolgoznunk velük. Itt egy nagyon lényeges kérdés van még, ez pedig, amit úgy fogalmaztam meg, hogy frissítés otthon. Ugye nagyon fontos, hogy a telefonok legyenek karbantartva és a tabletek, mert hogyha a wifi-t látnak, akkor nagyon szívesen elkezdik magukat frissíteni és mindenfélét letölteni, és ez gyakran oda vezet, hogy lelassul, ugye lelassítják a szűkös sávszélességet, és arra
konkrét feladatra is kevesebb sávszélesség jut, amiért az egészet elővettük. Úgyhogy biztosuk arra, hogy mindenki otthon frissítsen, és úgy jöjjenek az eszközök, hogy ott ne kezdjenek el hirtelen újabb rendszert telepíteni, vagy hasonlókat. A fontos, hogy a Wi-Fi azért van, hogy az iskolai oktatást támogassa, nem kávéház, tehát találjuk ki annak a rendszerét, hogy a jelszó az hogyan változik, mikor érhető el és kinek érhető el. A tanároknak nyilván fontosabb, hogy sűrűbben elérhető legyen, a diákoknak iskolai tanulási célnal kell, hogy ez elérhető legyen. És végül nagyon fontos, hogy készüljünk elő, ezeket az eszközöket fel kell tölteni, ezeket az eszközöket védeni kell, tehát hogyha iskolai eszközökről van szó, hogyha számos iskolában vannak tabletek, akkor ezekhez mindenképpen használjunk védőtokot, és a töltöttséget is biztosítsuk, hogy ezek a technikai gondok ne jöjjenek elő órán. Óhatatlan, ezek nélkül is előjön az a történet, hogy a biztonság, a biztonságos internet használat az mivel jár, úgyhogy erre is kell figyelmet fordítanunk. Itt a digitális témahéten számos csatlakozó partner kínál előadásokat ebben a témában, úgyhogy érdemes ezekre lecsapni, és érdemes megbeszélni velük egy-egy időpontot, hogy jöjjenek el és tartsanak előadást a gyerekeknek, mert ez segít a legjobban. A tiltás nem nagyon megoldás, inkább az információ megosztása és a felkészítés. Itt ez az egész mobiltelefon és tablet használathoz ajánlom a Facebookon az M-Learning Kávéház nevű csoportot, ami egy nyilvános csoport, nyugodtan lehet csatlakozni, és ha valakinek kérdése van, vagy tapasztalatot szeretne, vagy megosztana eredményeiből valamit, tapasztalatokat, akkor itt lehet, úgyhogy nyugodtan lehet itt is kérdezni. Jött egy kérdés, hogy a Quiver-nek van-e ingyenes verziója. A Quiver esetében az van, hogy van egy csomó rajz, és azok közül egy része ingyenes, egy része pedig fizetős. Elég sok ingyenes is van, úgyhogy azokkal már lehet egy-két foglalkozást biztos lehet tartani, úgyhogy kedv csinálónak mindenképpen érdemes kinyomtatni, színezgetni, nagyon-nagyon élvezetes, egész pici kis, még óvodásoknak is ajánlott. Tavaly a kutatók éjszakáján én óvodásoknak is mutattam, és nagyon élvezték. Úgyhogy van benne ingyenes és fizetős is, de egyre bővítik, ingyenes a beolvasó program, igen, ingyenes. Csak a kinyomtatható rajzok, azok között van, ami fizetős, és van, ami nem fizetős, hanem ingyenes. Végül szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ugye a digitális témahét honlapja létezik, elérhető a digitalistémahét.hu. A kérdéseket várjuk e-mailben a dth@2016.ivs.hu-n, vagy a honlapról űrlapon keresztül nyugodtan. Igyekszünk minél gyorsabban válaszolni. A csapatunk, a válaszadó csapatunk teljes egészében 100%-ban jelen van most itt a webináriumban, hiszen Tisza Géza és én szoktunk válaszolni. Főképpen a Facebookon van egy digitális témahét oldal, amit érdemes lájkolni, és van egy digitális témahét fórum, ahol mindenkit szívesen látunk, és ott nagyon biztatunk arra, hogy ott hangozzanak el kérdések, felvetések, és induljon diskurzus, nyugodtan lehet egymással beszélgetni. Úgyhogy ez egy jó felület, várunk mindenkit, és nyugodtan lehet kérdezni, mert nincs rossz kérdés.
és hát megpróbálom mindennel segíteni. Most én köszönöm szépen a figyelmet, és szeretném megkérdezni, hogy vannak-e kérdések, ha igen, akkor várjuk őket a chatben, és akkor igyekszem nagyon gyorsan válaszolni ezekre, úgyhogy jöhetnek a kérdések. Nem lehetne-e ezekről egy továbbképzést tartani? Hát most erre lehetőségünk nekünk nincsen, hogy a digitális témahét koordinációját végzi itt az IVS, és igyekszik szakmai támogatást nyújtani, de ezt most nem tudjuk megoldani, hogy egy igazi húsvérképzésen is megtegyük április 4-éig. Szívesen tennénk, de nincs erre módunk. Hogy később lehet-e, hát ezt nem tudom. Van-e esetleg további kérdés, vagy pedig van-e témafelvetés más későbbi webináriummal kapcsolatban? Mi a pontos cím a mobiltelefonok könyvnek? Elküldöm a linkjét is, és akkor nem lehet tölteni. Egyben az összes anyag minden meg lesz. Egyébként pedig a Facebookra ki fogjuk írni, és akkor gyorsabban elérhető. Ez az edukáció gondozásában született a múlt évben. Hogyan folytatódik a program? Hát nagyon bízunk benne, hogy a következő tanévben is lesz digitális témahét. Mikor kerül fel ez a webinárium? Bízom benne, hogy még ezen a héten fölkerül a YouTube-ra, ahogyan az első, az előző heti már elérhető, tehát azt már meg lehet nézni. Rajta leszünk, hogy minél előbb elérhetővé váljon, és akkor ami egy kicsit sűrű volt, az egy picit megnézhető legyen. Van-e még további kérdés? Remélem nem hagytam ki egyet se azok közül, amik érkeztek a cseten. Tervezzük-e ilyen webináriumok tartását? Hát a digitális témahétig biztosan, tehát csütörtökön lesz szó a kódolásról, mégpedig nem csak informatika tanároknak, nagyon izgalmas téma. Ugye az egyik projekt, mintaprojektben a János Vitéz kapcsán fognak programozni a gyerekek, úgyhogy arra már lehet jelentkezni egész nyugodtan, csütörtökön 5 órától lesz, Tisza Géza kollégám tartja, és jövő héten 17-én lesz értékelő eszközökről, aztán még tervezünk többet is, várjuk a téma felvetéseket, hogy olyat tartsunk, ami leginkább érdekes számotokra, illetve még a tanárblog munkatársai tartanak még 24-én és 27-én is, hogyha jól emlékszem így fejből. Tehát érdemes figyelni a honlapot, és a digitális témai tanári fórum csoportot a Facebookon, vagy mindkettőt, mert ott közé tesszük, és ott lehet jelentkezni. Köszönjük szépen a dicséretet!